táncolnak az árnyak, angyalokká válnak. Szeretettel köszöntelek itt Hajdú Böszörményben, abból az apropóból, hogy kijött az új videoklipped, amiben, ha jól tudom, Kárpáti Rebeka szerepel. Hogy jött ez az együttműködés, és hogy jött az ötlet, hogy ő szerepeljen a klipben? Hát, ha nagyon őszinte vagyok, akkor ez a szerelmemnek az ötlete volt, már az, hogy Rebekát kérjük fel a klipre, és azt is elmesélem, hogy miért. Rebivel közel egy éve ismerkedtünk meg egy műsorvezetés kapcsán, mind a ketten műsorvezetői voltunk egy reggeli műsornak, és nagyon jóban lettünk, és már régóta gondolkoztunk a barátnőmmel, hogy hát lesz ez a dal, ugye az éjszakai járat, és annak nyilván terveztünk egy komoly klipet, amiben történet is van, és nem csak szép képek vannak egymás után vetítve. Ugye nekem a színházi világ miatt egyébként is fontos volt, hogy valami sztori legyen, valami szituáció, és kitaláltunk hozzá egy jó történetet, viszont nem volt főszereplőnk hozzá. És ekkor jött az ötlet, hogy a Szandi, a barátnőm, ő nem nagyon szeret, illetve nem szeretjük azt, hogy most nyilván mindegyik videóklipben ő szerepel, mert még hogyha ha az életben nyilván mi egymás társai és másik felei vagyunk, akkor is nyilván nem indokolja semmi, hogy mindegyik videóklipben ő legyen a főszereplő. Úgyhogy az ő ötlete volt az, hogy kérjük meg a Rebit, miért ne kérnénk meg őt, és ő meg még nem volt még ilyen videóklipben főszereplő, úgyhogy örömmel mondott igent, és egy ilyen nagyon jó hangulatú forgatás és nagyon jó hangulatú videóklip született ebből az együttműködésből. Említetted a színházi múltat és azt, hogy szerepet játszik mondjuk egy videóklip forgatásnál, de a dalok születésénél mi az, ami neked fontos, hogy születnek a dalaid? Igyekszem ezt is külön választani, tehát a színház és a könnyűzene az nyilván muszáj, hogy az ember úgy kezelje, hogy ez két teljesen külön út, tehát művészetileg is, és úgymond zene szakmai, vagy szakmai dologból, vagy szakmai tekintetben. Tehát nekem, én ugye régóta műzikeleket játszom, tehát zenész színházban játszom, ami egy egészen más stílus, tehát nyilván a rádiók nyilvánvalóan nem játszanak műzikeleket és olyan hasonló zenét, viszont a zene írásánál is figyelni kell erre, illetve az eléneklésénél is, tehát nem hordozhat olyan jegyeket, mint a műzikel játszás vagy műzikel éneklés. Ebben nagy segítségemre volt a dalnak egyébként a zenei producere, Sean Derin néven futó Szepesi Zsolti, illetve aki a szövegét írt, a Budai Gábor. Zsolti, ő nagyon otthon van a trendi könnyű zene és a trendi popzenék világában, így egy olyan köntös tudtunk, egy olyan zenei köntösbe tudtuk bújtatni ezt az éjszakai járat ötletet, ami természetesen a külföldi trendeknek is megfelel, de azért itthon is meghallgatják, és nem túl amerikai, ugye, ahogy szokták mondani, hogy ez most túllőtt a célom, mert túl amerikai lett, viszont nem is lett Magyarország 80-as évek zenéje, úgyhogy valahol a kettő között próbáltuk elhelyezni, és eddig szerencsére nagyon nagy sikere van, és nagyon szeretik az emberek, úgyhogy boldogok vagyunk. Én borzasztó fiatal vagy, és elindultál ugye a színházi úton, műzikelek szerepekben. Ez volt a cél, tehát hosszú távon inkább színházban gondolkodtál, és utána jött a zene, vagy így tudatosan építetted fel? Ugye nagyon korán kezdődött, mivel most 24 éves vagyok, ezért ez furcsa hangzik, hogy körülbelül egy ilyen 15 éve indult az egész, amikor megkaptam az első szerepem, az első komoly nagy szerepem a Miskolci Nemzeti Színházban, természetesen gyerekszereplőként. Ez az Isten pénze című előadás volt egyébként, és abban voltam a főszereplőnek a gyermekkori énje, ami hát már volt benne egy nagyon pici színészi feladat is, de inkább ugye énekelni kellett tudni és táncolni, amit én imádtam már ekkor is, és valahogy ott kezdődött az, hogy a színháznak a varázsa is, és az, hogy én felnőttekkel együtt dolgozva 9-10 évesen létrehozni valamit, és ez nagyon nagy tanulás volt, és nagyon jó élmény ekkor. És szerintem ebből táplálkozva született az a gondolat, hogy akkor, na jó, akkor én valami ilyesmivel szeretnék foglalkozni, tehát színpadon szeretnék állni, de mivel már ugye az első szereplés is egy zenész színház volt, így a zene sem volt egy kizáró ok. Úgyhogy valahogy így történt ez a párhuzam, és később jött nyilván tínédzser koromban, hogy akkor már nyilván nem, illetve addig sem, de hogy akkor már nyilván nem csak a műzikelek voltak előtérben nekem, hanem ugyanúgy az MP3-on fent voltak az aktuális lágerek, nagyon sokféle zenét hallgattam, rock zenétől az aktuális popdalokig, meg már akkor is hallgattam például áriákat, amik tetszettek, opera áriákat, úgyhogy ilyen nagyon-nagyon vegyes vágott volt a felhozatal, és
És valahogy akkor jött a képben a könnyű zene, hogy egyébként a saját történetem is szívesen elmesélném saját dologban, saját szövegekkel, úgyhogy valahogy így történt, és elindult párhuzamosan ez a két út egymás mellett. És most inkább a zenei karrier, a zenei út az, ami meghatározó? Ott érzed most úgymond otthon magad? Én mindig is abban hittem, hogy az élet úgy elrendezi, amit vagy az, amit titkon mi kitalálunk és titkon szeretnénk megvalósítani, azt és mondjuk az univerzumra bízzuk, az vagy Istenre, vagy bárki minek nevezi. Tehát ugye én általában az életre szoktam bízni azt, hogy most mi az, amivel többet szeretnék foglalkozni, és valahogy az élet megoldja. Tehát én kitalálom, és az élet úgyis úgy alakítja. Most például az a helyzet van, hogy körülbelül egy éve született meg az a gondolat, ugye, amikor az Előttem a kép című dalom kijött, megszületett, mondjuk az két éve volt, de körülbelül egy éve volt az, amikor rá is eszméltem, hogy fú, hát ezt a dalt tényleg szeretik, és voltak fellépések, koncertek, a közösség velem együtt énekelte, és valahogy nem tudtam már elnyomni magamban azt az érzést, hogy hát én valójában ezt szeretném, és ezt szeretném egy picit most jobban, vagy ezt szeretném egy kicsit előtérbe helyezni, és aztán az élet úgy alakította, hogy most valamivel kevesebb bemutatóm van a színházban, és kevesebbet játszom, úgyhogy több időm van erre. Az éjszakai járatot eddig hogy fogadták? Milyen visszajelzések vannak? Ez körülbelül egy hónapja debütált, tehát még nem lehet nagy tanulságokat levonni, viszont eddig nagyon-nagyon jók a visszajelzések, és nagyon szeretik az emberek. Bár én általában valahogy olyan szerencsés vagyok, hogy mindig a pozitív visszajelzéseket kapom meg, nyilván a negatívval igazán nem is foglalkozom, tehát amiről szoktak mesélni, hogy ami nagyon rossz indulatú megjegyzés, annak az úgyis egy szubjektív tartalmú valami, de én általában a pozitív részével találkozom ennek, és mindenhol szeretettel fogadnak. Például most ugye ezen a rádiós és televíziós turnén, ami most éppen részt veszek, nagyon megdöbbentő volt azt tapasztalni, hogy mondjuk egy úgymond kisebb településen, tehát mondjuk nem Budapesten, hanem akár itt nálatok, mondjuk hogyan reagálnak, vagy hogyan néznek rám, vagy hogyan szólnak hozzám az emberek itt az utcán, vagy itt a téren, ahol most vagyunk, és tényleg megdöbbentő volt az, hogy jé, engem tényleg ismernek az emberek, és tényleg szeretettel néznek rám. Tehát nem az van, hogy hát itt van ez a celeb a valahonnan, akit ismerni kell, hanem mondjuk ismerik a dalaimat, tudják, hogy színházban játszom, látták ugye annak idején azt a televíziós műsort, ugye azt az átalakulós műsort, amiben én szerepeltem. És hát ez olyan boldogság, ami nem cserélhető lesz szerintem semmi mással, legalábbis az én életemben biztosan nem. Úgyhogy bízom benne, hogy még nagyon sok helyre el fogok jutni, és személyesen tudok találkozni ezekkel az emberekkel, és mindig megkaphatom tőlük ezt a pozitív visszaigazolást. És mondhatjuk azt, hogy most akkor inkább ez a turné időszaka, illetve a közönség találkozóké, és most akkor az alkotó folyamat egy picit csúszik, vagy párhuzamosan megy a kettő egymás mellett? Nekem egész életemben így volt, ugye, mivel a színház és a zene egyszerre, vagy könnyű zene egyszerre futott, így gyakorlatilag az történt velem eddig, mióta jelentős részét képezi az életemnek ez a dolog, tehát tényleg ezzel foglalkozom, azóta gyakorlatilag az van, hogy nyáron ugye megvan a turné időszak, amikor ugye a zenészek mindig mennek, és minden fesztiválon, minden fellépésen részt vesznek, és utána pedig általában a zenészek ugye beülnek szeptembertől, amikor vége a fesztivál szezonnak, megvan az utolsó koncert, és leülnek gondolkozni, hogy na akkor mik legyenek a dalok, egészen más ritmusba esik át ugye az életük, elkezdődik a stúdiózás, ugye a dalokon való ötletelés, szövegírás, zeneírás, interjúk, ugye rádiós turnék, stb. Aztán ugye az én életemben pedig ilyenkor kezdődik a színház. Tehát én ugyanúgy megcsinálom a nyári turnét, rengeteget fellépünk, koncertezünk, és szeptember 1-ével meg ugye megnyitja a kapuit, ami egyébként be se záródott a színházban, hogy nyáron is vannak előadásaink, de hogy úgy valósan megnyitja az évadot ugye a színház, és ekkor kezdődnek az új premierek, a bemutatók, és én mindig ott vakarom a fejem, hogy hát ez nagyon jó, hogy, hogy ez történik, mert nagyon jó, amikor az emberre számítanak, és van munka, és van feladata, és imádom egyébként ezt a pörgést. Viszont most volt először az életemben az, hogy azt éreztem, hogy most ebben az évben lehet, hogy kevesebb feladatot szeretnék ebben az időben, és mondjuk több zenei feladatot és több ilyen úgymond alkotói időszakot szeretnék megélni. Gondolkodni szövegeken, zenéken, azon, hogy
hogy hova is, mikor és hogyan juttassam el ezeket a gondolatokat, illetve szeretném egy picit a saját történetem elmesélni, amellett, hogy nagyon szívesen mesélem mondjuk István a király történetét Istvánként, vagy Rómeó történetét Rómeóként, vagy a Róma és Júliában Rómeó történetét, tehát ezek mind gyönyörű sztorik, de szeretném azt hinni, hogy nekem is van mit mesélnem a közönségnek, és a dalaimon keresztül ezt el tudom adni nekik.